Az Egri Andrássy György katolikus közgazdasági középiskola diákjainak közreműködésével gyúlt fel a harmadik adventi fény az egri érseki palota udvarán december 14-én. Cibere Zsolt plébániai kormányzó beszédében hangsúlyozta, a harmadik gyertya fénye örvendezésre és örömre hív, egyre inkább érezzük annak a közelségét, amire készülünk, fogalmazott. Azt is tudjuk, hogy akkor tud bennünk teljessé válni az öröm, hogyha megértjük, hogy nem csupán azokban a dolgokban tud megjelenni az Isten, amire az emberi szív vágyik, hanem sokszor azokban is, amiktől menekül. A népi játékokon keresztül, akár évről évre meg tudjuk sajnálni a jászolban fekvő Jézuskát, de még fontosabb, rácsodálkozzunk egy lényeges mozzanatra, mégpedig azt, hogy az Úr Jézus nem máshol, mint egy szegényes istálóban látott napvilágot. És ebben az istálóban a jászol, ahová fektették, ugye az etető szerepét tölti be. Beszédes az is, hogy ez a Betlehem, mint városka nevében, ha lefordítjuk, azt jelenti a kenyérháza. És akkor így bennünk is össze tud állni az a kép, hogy Isten tulajdonképpen bennünk a legéhesebbet, legéhesebb részünket akarja megetetni, ahol sokszor a legtöbb az ínség és a szegénység bennünk, és ez pedig az emberi szív. A gyertyagyújtás után a palota épületében folytatódott a program, ahol az egyházmegyei Betlehem készítő pályázat munkáinak megáldására, illetve a legjobb művek díjazására került sor. A másodízben meghirdetett alkotói versenyt ezúttal Komlósi Orsolya, 8. A-osztályos tanuló, a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola tanulója nyerte, a második helyen Rádi Jázmin 5. osztályos apci diák végzett, míg a harmadik helyezést Ceinc Máté 2. B-osztályos füzesebonyi tanuló tudhatja magáénak. A betlehemes tárlat 2020. február 2-áig tekinthető meg az egri érseki palotában.